Sziasztok, én Mikey vagyok. Itt van velem Lazaneo. És itt a GTA 5. Haló. Ez az, peace. Nem szólalsz meg? Na dehogy nem. Üdvözlök én is mindenkit. Egy kis lazalás. Avagy a GTA kicsit másként. Ez az. Béke. Nem minden a gyilkolás. Így van. Sajnos most már eljutott a GTA oda, hogy nem lehet a szervereken játszani. Egyrészt a csalók miatt, másrészt a gyilkosok miatt. Így van, az idióták miatt. És aki tényleg élvezni a kocsikázást, vagy esetleg a nyugodt játékot, az nem teheti meg. Így van, játékot, beszélgetést, tuningolgatást, autókázást, ahogy mondtad, az nem teheti meg azt, hogy public szerverekre jár, és ott egyszerűen nem lehet. Vagy passzív módban vagy, ahogy ugye többi játékos autóját nem látod, vagy pedig, ha nem vagy passzívban, akkor lelőnek. Tehát, és felrobbantják az autódat, amit mi nem szeretünk. És mi bejárunk szépen a klán többi tagjával együtt ide. Invite only sessionbe, és kész. Azért az hozzátartozik, hogyha becsületesen játszol, akkor elég sok délután el kell tölteni, mire veszel egy ilyen autót. Így van. Így van. Nagyon könnyű kiszámolni a dolgot, körülbelül 300 ezeret keresel egy hészt, amit majdnem egy délután csinálsz. Ez az autó több mint 2 millió volt. Így van. Pontosan. Erről van szó. Ezt is megadhatná azért a Rockstar, hogy ha már egyszer ilyen drága dolgokat behoznak, akkor legyen már hozzá némi feladat, vagy olyan lehetőség, hogy pénzt is lehessen keresni, ne csak alamizsnál kapjunk érte. Szerintem. Teljesen egyszerű. A gazdagok még gazdagabbak lettek. A csalóknak még inkább meg lett mindenük, akik becsületesen játszanak, azok meg csak néznek. Így van. Szóval public szerveren tele van minden jaktal. Azt mondja nekem mindenki, hogy mindenki megdolgozott a 10 milliós jaktokért. Pontosan. Ez egy vicc. Pontosan. Ez egy vicc. Hát én például nem régóta ismerem Lazaneót, mondjuk mióta, egy hónapja körülbelül? Hát körülbelül egy hónapja, másfél. Így van. És előtte, sőt még akkor is, utána is egy darabig még, én kb. A 140-es szintig csak és kizárólag minden nap helyszet nyomtam. Semmi nem volt, csak helyszt. És általában mindig ismerősökkel. Tehát emiatt vagyok ott, hogy van egy kis spórolt pénz így a játékban, de kis spórolt pénz a játékban. De az, hogy napi szinten több órányi helyzet nyomtunk, megcsináltuk a Criminal Minds-ot többször is. Így van pénzünk, de egyébként nem lenne. Szerintem ezt tudja mindenki, aki játszik a GTA-ban. Na, ennyit a filozófiáról. Meg az egészről. Ez a mi gondolkodásunk, és menjünk egy kört szerintem. Csodálatos háttér, ugye szép víz. Hihetetlen szép lett a GTA 5. Tehát ezt... Igen. Na. Ezt el kell ismerni, csak hát sajnos szinte játszhatatlan. Így van. Na, a public szerverek játszhatatlanok. Hogyha ezeket az autókat meg lehetne venni story módba, vagy izé, nem is nagyon jönnék szinte fel. Azt tudja, hogy ott is lehetne tuningolni, meg ott is meg lehetne venni az autókat, illetve lehetne házhelyeket vásárolni, vagy legalább garázsokat lehetne vásárolni, ahova el lehet rakni a járműveket. Én nem is nagyon járnék. Így is csak azért járok ide,
Mert a többi része engem nem érdekel a dolognak. És csak azokkal játszok, akiket igazából ismerek, és én tudom, hogy... Tudom, hogy lehet velük játszani. Lehet lazulni. Az biztos. Na. Belépsz egy public szerfer és fél pillanaton belül felrobbantanak. Ja, és ez, igen. Úgy döntesz, hogy visszalőnél, vagy harcolnál, képtelenség, mert az ember gátlóban van. Így van. Egyrészt, másrészt pedig nekem volt egy olyan sztorim, hogy azt már szerintem meséltem neked, hogy beléptem a szerverre, pont zuhanyozott a karakter, kidéptem a zuhany alól, felvett ugye ruháját, kidéptem a fürdőből, hopp, a derekamra termett egy tábortűz, és égtem, elégtem, meghaltam, újraélettem, megint ugye ott volt a derekamon, és ezt hiába próbáltam tölteni máshova, be a garázsba, ki az épületből, ez mindig rajtam volt, és szerintem nem tűnt el soha, mint régebben ugye valaki szorogatott azzal, hogy karácsonyfát tett az ember hátából, állt ki egy karácsonyfa, és hogy ez úgy király volt. Egy fenyőfa, jobban mondva. De azt, hogy bementél a garázsba, eltűnt, ez nem. Ugye a következő lépés az volt, hogy szépen ki is léptem, és ennyi volt a public server. Public. Most a Primo, ez nem úgy gyorsul egy turizmó mondjuk, vagy egy T20. Nem, ez lassan gondolom csak. Nem akartam előzni, egy... Ja, mi is volt ez? Toyota Prius-t. Kéziféket húz meg, hogy fölpörögjön a motor, és akkor már őz. Emelkedő is volt éppen, ahogy jól emlékszem, úgyhogy... Ez mit csinál? Basszus, meg mi mit csinálunk? Kiemeltem a Vernát, így már nem lesz olyan gond. Ja. Egyébként, ha éppen nincsen csaló, csaló a publikon, akkor sem nagyon lehet megmaradni a városban, mert ugye ott is rengeteg az idióta. Ezért netán, hogyha mégis publikba kerülne a sor, akkor mi megoldottuk ezt, és szépen lazán kiköltöztünk innen a városból. Egy jó kis helyre. Úgyhogy... Azt nem tudom, pedig egy tök szép környék. Itt találtam meg tegnap a Sabre Turbót. Igen? Aha. De akadnék. Tényleg. Most sem el kell rakni belőle egyet. Tényleg is, és laggol. Most veszem észre, hogy mivel kijöttünk, hogy laggolgatunk. Laggolgatok. Picit, igen. Aha, laggol. Gondolom ez a videó miatt van. Igen. Tuti. Meg hát a magas felbontás. Magas felbontás, meg mondja a videó, azt nem mit örök szereti. Lehet, nekem kellett volna megpróbálni ezt az Nvidia Shadow-val. Hát lehet. Hát jó, de ez akkor is csak egy notebook, akármilyen gamer notebook. Persze. Azért. Nem tudom, nekem is Nvidia kártyám van, de... Elbírta. Hiába van ebben. Jó, mondjuk azt olvastam, hogy a 970-estől már igazából nem nagyon lehet megkülönböztetni, mert most olyan arra technológiai szinten jutottak a notebookokkal is, hogy nem igazán megkülönböztetni most már a laptop videókártyákat a nagy videókártyáktól, mert most már arra szinte jutottak, hogy a kicsik is tudják azt a teljesítményt, mint a nagyok. Úgyhogy...
Tehát nekem még csak 870-em van, úgyhogy ez nem annyira tudja még ezt a teljesítményt. Ez a GTX 870. M. Hát nekem ez az első Nvidia kártyám, mert a végat is voltam, de... Jó az Nvidia, én szeretem, de hát mindegy ez. Hát kinek mi? Kinek a paplan. Ó, basszus, összetörtem. És a majom rám is rámúzta. Nem vészes. De nem szeretem összetörni az autót. Nem. Megbillent, visszahúztam és már neki is mentem. Ó, legyorsul! Beszarok! Padlón torom neki és itt hagynak. És most meg be se dúztak. Ó, hogy látszik a... Cucc. Most utolértem őket. Itt meg megy ötte előttem. Le van ültetve és úgy tapad, mint az állat. De miért kanyarodsz be elém, mocsadé? Egyébként a lowriderek közül a legjobb. Szerintem is, meg amúgy is szépen az autó. Sziasztok. Haló, szia Zoli, oppá, bocsánat, pufillek vár. Igen, csak videót teszünk fel éppen. És teszek fel. Aztán nem akartam előbb mondani, de nem számít, így is jó. Belefér még. Első videóhoz simán jó. Lowriderekkel furikázunk, meg most már... Bocsi. Meg is törtük, semmi gáz. Ja. Jössz? Aha, indulok. Oké. Okay. De most nagyon elkezdtem laggolni, nem tudom mi van. Meg is sok. Oda várj, nekem itt van egy helyem. Milyen helyed? Garázsba. Ez éva kiálltam így meg. Ja, ezért a turizmóval bementem a városba, véletlenül bent hagytam. Ja, hát vissza nem, kell hozni. Itt van az is, akkor mi? Ja, nem, ezért mentem be a városba. Mivel? A Ferrari-val. Ja, a kicsi Ferrari-val, az szerintem nekem ki sem volt. Ja, nekem nem, nekem ezért volt mi az a Sultan eres. Most pont volt egy helyen, meg tudtam javítani. Hát nekem nincs. Nem baj, hoppá. Szólja mehet az invite. Jó, szólok. Ja, a Szavit bannolták. Mi csináltak? Bannolták. Ne passz. De. Kurva anyukat. Ja. Most hány napra? 10 megint. Megint 10-et kapott? Megint 10-et kapott. Hát akkor... És megint semmi üzenetet nem kapott, semmi. Ez csak egy automatikus üzenet volt. Most ő jött soron megint. Szokásos. Rockstar bannolgatás. Na képen, ah, látom, benn vagy. A képen a soron következő az... Megy kifelé. Ez olyan, mint a hadseregben, hogy most kijön soron, és ő megy tisztítani a WC-t mondjuk. Most ő volt soron, mi? Én most ő volt soron. Hát basszak, ugyanazt a izét. Ja. Na mindegy. Veszed hagyjuk. Basza. Aha. De ez az izéket nem szokták bannolni, bassz meg. Szakkosokat, aki a publikum bassza a szarjait. Állandóan. Ja. Hát most látod, mi is itt. Múltkor is itt csináltuk. De akkor még publikum voltunk. Védtük a hajót, semmi exhet nem csináltunk. Védtük a hajót, VIP-sok voltunk, nyitottunk egy ilyen szarságot, védjük a hajót, jön arra egy csávó repülővel, a hajónak az önvédelmi rendszere kilőtte a gyereket, és hopp, kibannoltak mind a kettőnket. Ez mire volt? Az fasza.
És ennyi. És már repültünk is. Gyönyörű. Az. Nem mondjak. Hogy táncol is az első szó. Délután voltam fönn kicsit, csinálgattam a napikat. Uh-huh. Volt valami 8000-es szintű cheater gyerek. Az a szórakozott bazeg, hogy fölről lebaszott a 200 repülőt. Gondoltam, milyen lakparti volt ott a környékén. Uh-huh. Nem mondom, jó kurva anyádat. Ezek őt nem bannolják, azt hiszem, azok a büdös jelökbe. Ez az. Hallod, múltkor nem tudtunk egy ilyen izét kikiketetni a szerverről. Wow, mekkorát szóval ugrottam. Szóval nyomtuk, hogy kikeljék ki, és nem bazzunk. Összintén megmondom, az nem tudom, hogy működik, hogy hány embernek kell kinkre nyomni, hogy aztán kibasszák ott a pícsába, mert... Mekkorát ugrott, szemben. Láttad? Úgy számolt ki, amikor csúszok akkor. Jaj. Na, vagytok. Ja, fönn a pícsába, na majd. Na. Na, várjunk. Figyelsz? Rendelünk egy repcsit. Nem jó. Nem mindig ugrik akkor, hát az a baj. Nyomjad? Gyere! Na, ja. Majdnem. Most például nem. Na, én viszont elköszönök szerintem. Mész is. Én korán volt reggel, korán, ha. Jaj. Nincs becsinál a napikat aztán. Na jó, vagy akkor én ezt meg is állítom. Aztán nekiugrunk a napiknak, aztán tudom mi lesz, még utána meglátjuk. Na jó van. Na úgy az most ezzel beparkoltam egyszer ide, meg kiálltam, akkor ennek most ez lett a izé, ami? Aha. Vissza kell menned, vagy holnap visszaviszed. Na majd holnap lekérem oda be a belvárosba, az kész. Te beviszed a garázsba és ennyi. Na jó van. Na, akkor ennyi volt az első. Ennyi volt. Így van. Ennyi volt az első rész, és aztán... Ja, te holnap meg van egy suliba, mi? Aha, na. Ja. Én is kelek reggel, mert jön a postás. Lesz suli. Na, akkor sziasztok. Ciao.